Egy évvel ezelőtt az 1000 dinárosból még sok mindent tudtunk vásárolni. Manapság ez a pénz már szinte semmire sem elég. A Szerb Nemzeti Bank jelentése az infláció növekedésével számol. Előreláthatóan 2013 közepén éri el a maximumát, de várhatóan 2013 végéig visszatér a korábbi keretek közé. Branko Hinić, a jegybank pénzügyi, elemzési és statisztikai osztályának főigazgatója azt nyilatkozta, hogy az infláció növekedése a mezőgazdaság idei gyenge teljesítménye miatt ki fog hatni az élelmiszerárak emelkedésére is. Još uvek ostaje otvoreno pitanje kako će se konkretno izvršiti fiskalna konsolidacija, da li će ona dominantno ići, odnosno isključivije ići sa prihodne ili sa rashodne strane. Ono što je naš nedvosmislen stav da nam sa stanovište postizanja stabilnosti cena na dugi period. Az infláció júliusban elérte a 6,1%-ot, ami meghaladja a megengedett eltérés felső határát. 2013-ra 4%-os inflációt terveznek az illetékesek, vagyis pénzünk, ha minden jól megy, legfeljebb ennyit veszít értékéből.